Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Szia Margit! Mit találtál Margit? Teki, te picikét lehalkítjuk. Hello Teki! Na most letekerlek. Na majd most miért az ide magad tiszta víz vagy Margit? Sziasztok srácok! Itt a bónusz epizódja az epikus robogó henkölésnek, illetve elektromos robogó henkölésnek. És az előző epizódban az történt, hogy tök jó faszán nem vettem föl, ahogy mentem egy karikát a robogóval. Tök jó volt, tényleg tökre élveztem, aztán így a teljesítmény elszivárgott belőle. Mint ahogy a működőképes fetek is a vezérlőjéből, de semmi baj, már meg is jött, oda néz, figyelj, oda néz, itt, ez csak a doboza, de megjött a szép új vezérlőm. 6400 forint AliExpressről, köszönöm szépen, és ezt fogjuk ma beépíteni. Semmilyen funkciót nem fog belőle használni, annyi lesz bekötve, amennyi a motornak kell, meg a kapcsoló és a gázkar. Ennyi. Már nekiálltam kiboncolni a dolgokat, itt látszik a régi vezérlő, gyakorlatilag már csak két szál tartja, ugye, ami a negatív és a pozitívja, illetve a kapcsoló pozitívja, és utána beépítjük az újat. Azért kezdtem el videózni közben, mert nem akartam ezt felvenni, mert most megint igazából csak egy fölösleges művelet nektek videóba, de szeretném, hogy meg lenne videó, hogy esetleg gebb az történik, ugyanis elméletben ez a kapcsoló pozitív, ugye ezek itt adják magukat, motorkábelek, meg a pozitív negatív, plusz itt van a haljeladónak a kábele. Margit, te mit? Te mit? Margit! Mit teszel? Mit teszel? Mit teszel? Mit rágtál megint össze? Ennyi! Mit eszel? Kutyám! Viselkedj! Videó van. Szóval ez meg itt a gázkarnak a csatlakozója. Tök jó, tudom használni a csatlakozót is. Úgyhogy elvileg az kulcsoljuk, ez működni fog, és nem fog füstölni. Nem akarom, hogy füstöljön, mert akkor megint várnom kell egy két hónapot a cuccra. Margit, ne szöltelenítsd a padlót, légy szíves! Na most rúlik a majom a vízbe, ugyanis utálom az ilyet, mert ezekhez a kínai vezérlőkhöz nagyrészt nagyon gyatra a leírás, és hát lehet, hogy rosszul kötöm be, mert volt már ilyen, hogy rosszul kötöttem be ilyen vezérlőt. Elméletben jó van bekötve, nagyjából generik ilyen azonos cuccok, viszont ehhez az AliExpress-en nem volt leírás semmi, szóval most ja, hát vagy elodázom még két hónap a projektet, vagy sem. Jó. Eddig jók vagyunk. Ezt feljárakom hátra, hogy le kell elindítani. Most kapcsolom be. Ja igen, működik. Tanulásra hagytam, most elvileg meg fog indulni magától. Most elindul hátra. Így feltanulja a vezérlő majd a motort. Indulja hátra. Most elindul előre. És ugye ez lesz a fő irány, lekapcsolom. Ezt nem mondtam hozzá, állj meg szépen, hogy általában ezeken a vezérlőkön két darab fehér szál van, amit hogyha egymással összekötünk, nem lesz egy jó kötöttem be, úgyhogy taps-taps nekem. Két fehér szál van, amit most kurva szar lesz így kibugarászni, hogy hol van, de meg lesz. Eddig ki fogom szépen húzni a gázt. Kiveszem. Jó, maradjál szépen fönn, hogy tartom a lábamba. Tehát itt a két fehér. Ezt azért hagytam összekötve, hogy tanulja fel a motort. Most, hogy ezt kihúzom, akkor előre el fog indulni szépen, ügyesen. Megint vissza kell raknom, és megint be kell nyúlnom alá, mert valami barom ezt úgy rakta össze, hogy nem lehet normálisan széttenni a burkolatokat, mert azt hittem, hogy elsőre jól meg fogom csinálni, és tök jól fog működni, de nem. És ezért a kicsit ilyen nyögvenyelős. Igen, amikor a mérnök előbbre helyezi a formát a funkciónál, akkor ez történik. Na mindegy. Lássuk a dolgokat. Ezt lejjebb tesszük. Aksit följebb tesszük, hogy ne érjél a kereket. Bekapcs. Nice. Fasza, lehet összerakni a robogót. És igen, mackóban tolom, mert műhelyben vagyunk és kényelmesben. Műhely otthonka.
Na, most készült el a dolog. Bár a próbakör holnapra fog maradni, mert eléggé esős fos idő van, és abban nem olyan jó kamerákolni, úgyhogy vágás! Eljött a másnap, úgyhogy menjünk egy kört a villany lóbogóval, és lássuk, hogy megy. Aztán ezek után földöltem az aksiát, és nézünk egy hatótáv meg végsebesség tesztet. Ugyanúgy, mint a derbinél is csináltam, gyakorlatilag megnézzük, hogy mit tud, amit most építettem. De most először gurulás van. Nos, határozottan működik a cucc. Döntögetésnél vigyázni kell vele, mert volt nekem is, hogy egyszer leért. De amúgy úgy megvan. Szerbusz Margit. Mizu Margit. Margit a fölgön pörögöm ellátott kereket. Igaz Margit? Tehát igazából nem rossz. A nagyon hátradöntött villa miatt, meg az előretolt kormányok miatt, hát furcsa egy kicsit a kormányzása, de nem megszokhatatlan. Az biztos, hogy tehát a kormányt elengedni nem lehet, nem önbeálló a kormánya. Az már 100%. Viszont jól néz ki, szépen gurul az úton, gyakorlatilag megy. Teljesítménye az nyilván annyi, amennyit a hátsó kerék megenged. Szerintem egy durván 40 lesz a végsebessége jó esetben. Viszont egy nagyon minimális költségvetésből épült kis elektromos robogó. Meglátjuk a hatótávja milyen lesz ezzel az aksival. Nem jósolok neki túl sokat, mivel jóval kevesebb aksit tettem bele, mint eredetileg terveztem volna. Hát ez nem valami sok, mivel hát ugye a hely sem maradt benne sok, de ez már csak az én problémám, mert a design meg a minden, tehát mindegy, lényeg az, hogy megint elkövettem ugyanazt a hibát, hogy jó helyen kinézni, aztán hogy a műszaki tartalom az hogy kerül bele, azt meg majd... De ettől függetlenül tök fasz a kis gépet sikerült csinálni. Meglátjuk, én kíváncsi vagyok a hatótávra, egy ilyen 15 km tippelek neki. Jó esetben. Azt meglátjuk, hogy mennyire fog ez bejönni. Lehet, hogy több lesz. Lehet, hogy kevesebb. Fel is töltődött, úgyhogy most megyünk vele egy tesztkört. Amit már észrevettem, hogy az aku vezérlője, hát érdekesen tilt. Nem úgy, mint a derbié, hogy letilt, aztán amikor az aku feszültség kicsit visszaugrik ugye a hirtelen terheléstől, akkor újra működik, hanem hogy ameddig ki nem kapcsolom és be nem kapcsolom újra, tehát szét nem húzom az akusarukat és újra össze nem dugom, addig nem megy. Tehát ez furcsa, mert elvileg ugyanaz a gyártmány, mint ami a derbiben is van, de mivel ugye kínai cucc, AliExpress-es, hát az, ami rá van írva, az nem mindig esik egybe azzal, ami benne van. Úgyhogy lehet, hogy ez is valami más, vagy a hamisítvány hamisítványa, vagy más szoftver van rajta, nem tudom. Tehát itt azért lesznek még gondok. Na de hatótávtesztre föl, kíváncsi leszek. Aksi elég jól elmelegedett, ami nem tetszik nekem, viszont hát nem lett olyan csodás az eredmény, 8,3 km tudtunk volna most menni, de itt is ugye a probléma a feszültség beesése, laptop akkumulátor, meg hát lehet, hogy kicsit több aksi kellett volna bele. Meg a másik dolog, ami irritáló, hogy nem értem, hogy miért kapcsolgat le ez az akuvezérlő véglegesen, amikor leesik a feszültség 42 volt alá, mert amikor utána lekapcsol és a feszültség visszaáll 48 volt környékére, akkor elvileg vissza kéne jönnie. Na mindegy, most az jön, hogy csinálok pár ciklust vele, tehát azt jelenti, hogy nekiállok még tölteni, meríteni az akkumulátort, ha nem lesz jobb, akkor sajnos nem lesz jobb. Akkor lehet, hogy a roller aksiból kéne csinálnom bele egy akkumulátort, bár lehet, hogy inkább azokat a derbibe raknám bele, mert ugyanis abban is aksit kell csinálnom. Hát ez egy ilyen kör, hogyha gyakorlatilag szemétből építesz dolgokat, hogy nem mindig lesz elsőre tökéletes. De nem baj, meg lesz ez. Itt a vége, fuss el véle, srácok. Tesztelgettem még a robogót, próbáltam kicsit tölteni, meríteni,
igazából 9,5 kilométernél többet nem tudtam vele menni. Kapott még egy kapcsolót, ami a szabályzónak a sebességváltó szájára ment, ami annyit jelent, hogy van egy visszafogott a sebességi fokozat, amiben nem ad annyi áramot a szabályzó, tehát kisebb teljesítménnyel üzemel. Ezzel sikerült egy olyan 9,5 kilométert elmenni. Sajnos ez az aksi ez nem az igazi. És tudom is, hogy miért. Tehát ez az én hibám. Ugyanis felhasználtam benne a Derby régi aksiának néhány, hát elég sok celláját. Mivel nem akartam a jó celláimat előni erre a motorra, szükség van rá a Derbybe, ezért ebből építkeztem, és hát sajnos ennyit tud. Emellett meg a BMS, amit használtam, az egy hát érdekes állat, mondjuk úgy. Tehát nem tetszik, ahogy föl van programozva. Átprogramozni nem lehet, mivel az egész ki van öntve műanyaggal, szóval innentől sajnos ez is bukta. De a rógó jól néz ki, és továbbra is működik. Ez nem lehet megunni ezt a feature-t, ez annyira jó. Csak az a baj, hogy kimegy a képből. Baromira lowrider lett. És hát emiatt vannak azért némi vezethetetlenségi problémái, tehát azért kanyarban nem érdemes bedönteni, mert könnyen fönn lehet rajta akadni. Meg hát nincs tükör, mondjuk itt van a helye, tehát igazából lehetne rajta. De most ez mindegy. Amúgy meg viszont egy nagyon jó poén lett, és egyébként fogom használni ilyen boltba járósnak, mert oda viszont tökéletesen elegendő a 10 km. Amúgy meg rohadtul menő az úton, ezt láttátok, hogy azért lehet vele egész jól motorozgatni. A végsebessége az 39 km per óra, fullra töltve, síkúton, szélcsendben. Az átlagsebessége, amivel úgy lehet közlekedni vele a 10 km-en belül, az olyan 30-32 km per óra. Ennyit tud, tehát ennél többet nem is fog tudni ezzel a hátsó kerékkel. Úgyhogy ezt sejtettem, hogy ez nem lesz egy erőgép. Ez a projekt, srácok, befejezésre került. Mert készen van egy működő produktum, oké, az akkumulátora nem a legszuperabb, de nem is az ott a cél, hanem inkább egy ilyen gimmick, meg hogy kezdjünk valamit ezzel az e-hulladékkal, amit elektromos robogónak hívtak fénykorában, és szerintem kihoztam belőle a maximumot, amit ebből lehet. Ennél többet nem tudok letenni. És lehet, hogy előbb-utóbb kap egy új aksit, még nem tudom, viszont ha már új aksiról beszélünk, van itt valami, amivel nem foglalkoztam már nagyon hosszú ideje. Igen, a télre itt egy kicsit ez félre lett rakva, tehát ez a virágporos genyó, az beleült, ezt meg kicsit le kéne pucolni. Ebbe szeretnék új akkumulátort készíteni. Működik, tehát ugyanúgy föl is fogom most tölteni, megnézem, hogy mennyi hatótáv maradt, majd egy következő videóban. És szeretnék készíteni bele egy nagyobb akkumulátort, méghozzá ezekből a nem laptop akkumulátorokból, ezek ugyanis elektromos roller akkumulátorok, amik inkább alkalmasak az elektromos motorkerékpárba, mint a laptop akkumulátor. Jóval nagyobb teljesítményűek. Itt van a típusuk, nagyon szép, ki lehet googlizni, és ezekből szeretnék csinálni egy nagyobb akupakkot, ami erősebb is és jobb is, és akkor már fullos kis motor lesz a Derby. Addig is, srácok, a villany lóbogó projekt befejeződött, elkészült, készen van. Számomra is nagyon furcsa, hogy befejeztem egy projektet. Ja nem, volt már ilyen a történelemben. És szerintem egy nagyon menő kis kék zümbögöt sikerült összerakni belőle. Egyébként nagyon minimális költségvetésből. Gyakorlatilag 40 ezer forintba került az egész projekt. Jó, sok minden volt hozzá itthon. Szóval, srácok, a következő projekti, amit majd befejezek, addig is sziasztok! A villanylóbogó kész, és nagyon kék, és működik. És attól függetlenül, hogy hatótávja nem lett az igazi, attól függetlenül jól működik. Csak az akkumulátor kérdése, hogy ezen változtassunk. Lehet előbb-utóbb kapni fog egy új aksit, lehet, hogy nem. De addig is boltba járósnak viszont jó lesz. Aztán, hogyha valaki esetleg hiányolja a villanyprojektet, akkor folytatjuk a Derbyvel, mivel itt a motoros szezon, már egy jó ideje. Úgyhogy illene használnom. Meg ezzel 100 forintból elmegyek 100 kilométert. Nem elhanyagolható szempont. Addig is, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!